idén tavasszal negyedik alkalommal hirdette meg cipőtervezői pályázatát a Kreával és a Glamourral karöltve. Moni, miért fontos ez a Dejfasz számára? Fontos számunkra a fiatal tehetségeknek teret adni arra, hogy bemutathassák a tehetségüket, egyrészt a Glamour lapjain, másrészt a műsorodban, illetve a saját portáljainkon, ugyanis én hiszek a magyar tehetségekben, és én azt gondolom, hogy nem túl sok lehetőségük van arra, hogy be tudjanak mutatkozni. Milyen lábbelit választottatok idén kiindulási pontként? Még fontos, hogy egy alapdarabot válaszunk a cipős gardróbból. Megvolt már a fekete balerina, a fekete sneaker, a fekete tűsarok, és most a strandpapucsra esett a választásunk, illetve egy ilyen klasszikus lábújközi papucsra. Mennyire sikerült újra értelmezni a strandpapucsot? Az idei feladat nagy kihívás elé állította a tervezőket, ugyanis elég kicsi a felület, és hogy a papucs megmaradjon a maga funkcionálitásában, nem is nagyon tudtak túl sok mindent átalakítani rajta. Nem emelhették sarkakra, vagy nem fedhették be teljesen mondjuk a felső részt. Én azt gondolom, hogy most is érdekességeket láthatunk egyrészt az anyagválasztásban, másrészt a különböző applikációkban, valamint a színekben, amikkel dolgoztak. Krisztina, mit jelent a nők kelléktárában a papucs? Igazából én számomra mindig a szabadságot jelenti valahol a papucs, ugye, mert egy dolog nagyon fontos a papucssal kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy hová lehet és hová nem lehet viselni. Egyébként az a gondolat, hogy benne van a táskádban a papucsod, és átveszed a tűsarkút, vagy a kényelmetlenebb, de elegáns cipőt munka után, és lemész benne a Dunapartra, vagy a Tiszapartra, vagy a Balatonra, az szerintem fantasztikus szabadságélmény, ugye. De hát azt is kell tudni, hogy egy vietnámi papucsot az ember nem vesz föl egy elegáns étterembe, vagy nem megy be el benne egy partiba. Minden esetre egy abszolút alapdarabnak számít, senkinek a cipős szekrényéből nem hiányozhat. Hogy látod, mennyire inspirálta a tervezőket, a fiatal dizájnereket ez a téma? Én úgy látom, hogy teljesen átalakították a modelleket, ami azt jelenti, hogy nagyon inspirálta őket. Én mindig nagyon szeretem, hogyha mondjuk azt, hogy súlyba dobják az eredetit, és ők megcsinálják a saját verziójukat, mert ez azt jelenti, hogy nyilván fiatalokként nem nagyon tolerálják a korlátokat. Ez is bizonyítja, hogy papucsból rengeteg féle létezik, és igazából ugyanaz a fazon, számtalan színben viselhető, és számtalan anyagból. Tehát papucson sose képzeltél volna el égköveket, hát ezelőtt 5 évvel, most ez pedig már teljesen alapvető, tehát hogy egy ékszerré vagy kiegészítővé válik az a funkcionális alapdarab, amiből csak egyféle volt régen, és mindenki ugyanazt viselte. Szerintem ez fantasztikus. Lányok, mindketten először indultatok a Dejkman cipőtervezői pályázatán, és nagyon izgalmas végeredmények születtek. Mennyire éltétek meg nagy kihívásnak ezt a munkát? Számomra igaziból egy nagyon érdekes kihívás volt ez a verseny, hiszen belső építész hallgatóként a mostani fél éves tervezésem koncepciójára épülően terveztem meg ezt a papucsot, és amikor megkaptam az alapdarabot, akkor gyakorlatilag rögtön első ránézésre megvolt a koncepcióm, úgyhogy innentől már az anyagbeszerzés kapcsán teljesen egyértelmű volt, hogy milyen lesz a végeredmény. Az én papucsom az abszolút egy Art Deco ihletésű darab. Mikor megláttam az alappapucsot, ezt a feketét, abszolút egyből az arany ugrott be, találtam hozzá egy nagyon jó üveg mozaikot, van egy kis Klimt utóérzése, és szerintem nagyon jól sikerült. Rovatunkat támogatta a Dejkman.